Magyar gyártmányú iskolabusz segíti ezentúl a diákok közlekedését a Jászhegyekon Szolnok megyei Tomaj monostorán. Az önkormányzat a kormány támogatásával vásárolhatta meg a szükséges eszközt. Az iskolába közel 100, az óvodába pedig közel 20-25 bejáró gyereket szállítunk a környező településekről, és hát ennek a szállítását nem lehet a volánjáratokkal megoldani. A térség országgyűlési képviselője szerint a magyar gyártmányú busz nem csak a diákok, hanem a településen élők közlekedését is megkönnyítheti. A kis településekről is el kell jutni iskolába, városba, el kell jutni azokra a helyekre, ahol dolgoznak a fiatalok és az idősebbek, és üzenete van, hogy magyar buszon keresztül tudnak eljutni. Üzenete van annak, hogy kinyílt a világ, hogy most már nem hátrány falunk kis településen élni, és üzenete van, hogy működik a magyar ipar, újból tudunk jól minőségű, világszínvonalú autóbuszt gyártani. Varga Mihály pénzügyminiszter az átadó ünnepségen elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye lehetőséget nyújt a kis települések támogatására. A magyar falut szeretnénk, hogyha erősíthetnénk a következő időszakban. A vidék népesség megtartó ereje, az itt ülő emberek minőségi, legjavuló élet feltétele kell, hogy legyen a kormány célpontjában. Ez hozzátartozik a lakásépítés, a lakásvásárlás támogatása, a gyermeknevelés támogatása, és hozzátartozik a közlekedés is. A cél a vidék megerősítése, az elvándorlás lassítása, modern települések kialakítása. Ennek érdekében a magyar kormány minden eddiginél több központi költségvetési forrás fordít településfejlesztésre Magyarországon. Csak a Magyar Falu programra 150 milliárd forintot különített el.